Október van, ami azt jelenti, hogy a horror rajongó kedvenc ünnepe már itt kopogtat az ajtajuk előtt. Ugyanis már csak alig 2 hónap van hátra karácsonyig. Igen, karácsony, az év legszebb ünnepe. Karácsonyfa, ajándékok, meg természetesen, mint minden évben, Kevin McAllister ellátogat a TV képernyőre a létező összes csatornán. Hogy? Az emberek októberben nem a karácsony miatt szoktak előre ünnepelni? Akkor a filmrajongók milyen filmeket szoktak ebben az időszakban nézni? Az Ördög lánya egy 70-es évekbeli stílusú és hangulatú horrorfilm, amit 2015-ben készítettek. Ha abban az időben jelent volna meg, mára egy kultklasszikusként tartanák számon a műfajon belül. A lényeg, hogy egy lány iskolában beköszönt a téli szünet. Azonban két lány, Kat és Ross bizonyos indokok miatt kénytelenek ott maradni az iskolában és ki kell jönniük egymással, miközben egy másik történetszálban Emma Roberts karakterét, Joan-t követjük, aki éppen abban a városban indul, ahol az előbb említett lányiskola is található. Ez egy elsősorban hangulatközpontú film, ahol a nézőnek elsőnek fogalma sincse arról, hogy hova vezet a történet. A film úgy van felépítve, hogy a történet bizonyos részein ezeket a karaktereket külön-külön követjük végig egy nap bizonyos időszakában, ez miatt egy picit ugrálunk is az időben, így amikor egy olyan jelenetet látunk, amit elsőnek nem értünk, a másik lány nézőpontjából láthatjuk ugyanazt a cselekményt, csak másik perspektívából, így az esetleges kérdések, amik felmerültek bennünk, értelmet nyernek és össze tudjuk magunkba rakni a történetet. Ez tipikusan az a fajta film, ami nem adja meg a nézőnek az összes kérdésre a választ. Bízik bennünk, és el is várja tőlünk, hogy figyeljünk minden egyes részletre, ami a lassú tempónak köszönhetően nem esik a nehezünkre, így mi magunk is megtaláljuk a kérdésekre a választ. A horror elsősorban a hangulatteremtésben valósul meg. A hosszú vágások, a statikus kamerakezelés, a minimalisztikus zene, meg természetesen a téli hangulat egy olyan egyveleget hoz össze, ami miatt egy állandó feszültség alakul ki bennünk. Egy idő után konkrétan azt veszük észre magunkon, hogy minden jelenetnél figyeljük azokat a nyomokat, amik értelmet adhatnak számunkra erre a rejtélyre, meg alapjáraton arra, hogy mi miért történik. A filmben összesen csak 3 darab jumpscare van, és azokból 2 mesterien van kivitelezve. Nem érezzük magunkat átverve, nem gondoljuk azt, hogy tényleg egy olcsó jumpscare-re próbálsz megijeszteni, hanem tényleg megfagy az ereinkben a vér. A mai mainstream horrorfilmek tönkelegében néha nagyon is jól esik egy olyan film megnézése, ahol érezzük, hogy a történet kifut valahova, a film építkezik, játszik az elvárásainkkal, amiknek a csavarait sajnálatosan én előre láttam. De ahogyan utána tudtam olvasni, nagyon sokakat meglepetésként ért egy bizonyos fordulat, ami számukra onnantól kezdve egy teljesen új jelentést adott számukra a történet, mert annyira váratlanul érte őket. Azoknak tudom ajánlani a film megnézését, akik vevőek az olyan stílusú horrorfilmekre, mint az It Comes at Night, a Boszorkány, meg az Örökség. Ha nem szerettétek azokat a filmeket, akkor nagy valószínűséggel ez sem fog nektek tetszeni. Mindenki másnak viszont feltétlenül érdemes a megtekintése. A slasher filmek igazi kétélű kardok. Egy részről nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, amikor az idegesítő tinik a létező legkreatívabb módon halnak meg, másrészt viszont ezen filmek élvezeti faktora néhány igen erős kivételtől eltekintve csak ennyivel rendelkeznek. Jó trancsiroka, ahol a gyilkos vagy szörny sajnos nagyon keveset szerepel, helyette azt kell néznünk a film kétharmadába, hogy a nem létező történetben a kicsit sem szimpatikus karaktereket kell követnünk a játékidő alatt. Ez az egyik fő oka annak, hogy a 80-as évek óta nem nagyon készültek slasher filmek, de ezzel együtt eltűntek az új és emlékezetes slasher gonoszok is. Az elmúlt években csak a régi klasszikusokat próbálták rebootolni, amik mind kritikailag és a pénztáraknál megbuktak. Ha pedig új szörnyeket találtak ki, akkor olyanokat kapunk, mint például a Bye Bye Man. Bye Bye Man. Ezért szokott örömet okozni, amikor egy olyan filmre akadok rá, mint a mai arany, a Terrifier. A film egy pszichopata néma bohócról szól, aki szeret ártatlan embereket, leginkább fiatal tini lányokat, a létező legelmebetegebb módon megölni őket. Az átlagos slasher filmekkel ellentétben a Terrifier felépítése eléggé szokatlan, amit egyesek egy hibának fognak vélni. Mert ennek a filmnek egyáltalán nincsen története. Nem szól többről, mint amit az előbb elmondtam. Egy elmebeteg bohóc embereket öldös. Ennyi. Ez pedig egy akkora felüldülés volt, hogy az valami elképesztő. Egy ultra alacsony költségvetésű, grindhouse stílusú slasher film, ami pontosan ismeri a műfajatta lehetőségeket és korlátokat.
A színészi játék nagyon lapos, karakterek egyáltalán nincsenek, a film nagy része egy épület alaksorában játszódik, sok az értelmetlen jumpscare, történet pedig konkrétan nem létezik, mintha egy hosszúra nyújtott rövid filmet néznék, aminek annyi a lényege, hogy élvezzük a gyilkosságokat. Ebben viszont egyértelműen egy csillagos ötös, ami nagyban köszönhető David Howard Thorntonnak, aki a Néma bohócot alakította. Maga a gyilkos bohóc koncepció már az unalomig lett nagyon használva, de az azóta tudjuk, hogy a nagy közönség még mindig szereti őket. Ez a film pedig könnyedén megbukhatott volna, ha a bohóc nem működne, és azt a rohadt, de még mennyire, hogy jól működik. Bárki alakította volna ezt a karaktert, a film közel nem lett volna annyira szórakoztató. David Thornton pantomim tapasztalatokkal rendelkezik, amit itt a teljes játékidő alatt maximálisan kihasznált. A bohóc egy hangot sem ad ki az egész játékidő alatt, még akkor sem, ha súlyos sérüléseket szenvede, mégis Thornton játékának köszönhetően teljes egészében megismerjük a karaktert. A vicces gesztusai, a félelmetes pillanatai és a félelmetesnek szánt, de röhelyes jelenetei miatt egyszerűen egy élvezet volt látni ezt a csávot a képernyőn, akinek a játéka engem nagyon emlékeztetett Jim Carrey alakítására a Maszkban, annyira eleven volt ebben a szerepben. A film zsenialitása pedig ebben rejlik, hogy itt nem a tiniknek kell drukkolnunk, mint a többi átlag slasher horrorban, hanem a gyilkosnak. A film pedig pontosan tudta, hogy mire kell költeni azt a kevés pénzt, amit a film elkészítésére kaptak. Mégpedig a trancsírokra. Nem szeretném a legszaftosabb jeleneteket elszpoilerezni, de az egyik leggroteszkebb, de legviccesebb gyilkosság egy selfiehez köthető, annyira ostoba egy jelenet. Ne értsetek félre, nagyon sok tekintetben ez nem egy jó film. Azonban akik szeretik ezt a műfajt, nagyon jó fognak szórakozni rajta, mert ez egy ízig végig trash film a legszórakoztatóbb fajtából, ahol a szereplőknek rengeteg alkalom adódik arra, hogy megöljék ezt az őrültet, mégsem teszik meg, mert ez egy ostoba horrorfilm, ahol a logika nem számít egy picit sem. Nem csak tiszteleg a nagy horror klasszikusok előtt, de képes egy önálló alkotás is lenni. Valamint megajándékozott minket az elmúlt évek egyik legeredetibb és legszórakoztatóbb slasher gonoszával, aki egy sokkal emlékezetesebb és szórakoztatóbb bohóc volt, mint tavaly Pennywise. Az összes negatívum, amit megemlítettem, minden minimál költségvetésű horrorfilmben megtalálható, de azok a filmek általában a Jason vagy Michael Myers stílusú nagy darab, unalmas, néma gyilkosok szoktak lenni, a főszereplők pedig az idegesítő tinik. Ez a film viszont az emlékezetes gonoszával, a brutális gyilkosságaival és a nagyon vicces pillanatainak köszönhetően egy igen szórakoztató alkotásnak számít, amit ebben a műfajban manapság nem sok film mondhat el magáról, ami egy hatalmas teljesítménynek számít. Minden klasszikus slasher film rajongónak csak ajánlani tudom a Terrifiert, mert ez tényleg az emlékezetes filmek közé sorolható. Ez a film olyan, mintha a Sikoly első részéből, figyelem, spoiler alert egy több mint 20 éves filmre, a két pszichopata gyilkos lenne a főszereplő, és őket követnénk végig a teljes játékidő alatt, azzal a különbsége, hogy itt két fiatal tínrásolózat gyilkosról van szó, akik azon kívül, hogy szeretnek embereket öldösni, közvetetten a világhálón is szeretnének ismertséget szerteni a tetteikkel. Vagyis a meggyilkolt áldozataikról a blogukon hírekkel jelentkeznek, és feltételezik, hogy egy hírhet sorozatgyilkos követi ezeket a cselekedeteket. Ez azonban egy sokkal nehezebb feladat, mint gondolták, mivel egy csendes kisvárosban élnek, ezekről az esetekről mindenki csak balesetekként vagy otthonról való elszökésre gyanakodnak, éppen ezért sokkal agresszívebb módszerekhez kell a lányoknak nyúlniuk a siker eléréséhez. A film a maga groteszk módján egy társadalom kritikával fűszerzett szatíra az internetes hírnév veszélyeiről. Ha eltekintünk attól a ténytől, hogy két pszichopata gyilkos a főszereplő, akkor egy olyan történetet nézünk, ahol a hirtelen jött hírnév hatására két jóbarát hogyan távolodik-e egymástól, és hogy sikerül-e kibékülniük egymással, vagy egész egyszerűen megölik egymást, ami ez esetben tényleg szó szerint vehetünk. A film nagyon jól balanszírozik a két műfaj között. Egy meglepően jól működő tini dráma, ahol a szereplők megpróbálnak érvényesülni a mai internetorientált társadalomban, miközben ez egy nagyon szórakoztató slasher film nagyon véres jelenetekkel, ahol a humor sem mellőzik, mert ők ketten még mindig amatőrnek számítanak a világhírű sorozatgyilkosokhoz képest. Ez pedig egy nagyon üdítő élmény volt, mert nem vették túl komolyra ezt a témát. Mégis volt benne kellő szív, ami miatt élvezett nézni ezt a két beteg karaktert. A két főszereplőt alakító Alexandra Shipp és a Deadpool filmekből ismerős Brianna Hildebrandt nagyon elevenek és szórakoztatóak voltak a szerepeikben, nagyon jól működött közöttük a kémia, de a teljes mellékszereplő gáda, még azok a karakterek is, akik csak néhány percet szerepelnek, nagyon emlékezetesek. Egy karakterre sem tudnám azt mondani, hogy idegesítő vagy fölösleges volt a történet szempontjából. Természetesen nem egy hibátlan filmről van szó, mert a film közepénél előjön a semmiből egy történetszál, ami túl sokat nem tett hozzá a cselekményhez,
Szerintem arra kellett, hogy a film elérhesse a 90 perces játékidőt, valamint a véreffekteken néha látszódott a gyengécske CGI, de összegészében egy nagyon szórakoztató és egyedi slasher teeny dráma a kreatív fajtából, amit szerintem bárki tud élvezni, még azok is, akik alapjáraton nem rajonganak a horrorfilmekért. Egy igazi gyöngyszem. Néhány fiatal járja az ország útjait, ám váratlanul defektet kapnak és meg kell állniuk. Azonban hamar kiderül, hogy nem véletlen balesetről van szó, mert egy mesterlövész célpontjai lettek és hirtelen azon kapják magukat, hogy az életükért kell küzdeniük. Az ok, amiért megnéztem a filmet és egy videót készítettem belőle, az a rendező. Mert ezt a filmet nem más készítette, mint a legendás Ryuhei Kitamura, a Versus rendezője. Ez miatt azonnal felkeltette az érdeklődésemet, hogy ebből az egyszerű koncepcióból mégis milyen alkotás lesz. Egy versus szintű vállalhatatlan ökörködés, vagy egy Azumihoz hasonló gyöngyszem. Nos, bennem összegészében vegyes érzéseket váltott ki. Kezdjük a pozitívumokkal. Szerintem a rendezés kifejezetten erős. A nagyon izgalmas alapszituációnak és a rövid 90 perces játékidőnek köszönhetően egy percig nem fogunk unatkozni rajta. Folyamatosan jönnek újabb akadályok, amiket a szereplőknek le kell küzdeniük, amik meglepően izgalmasak, a megoldásaik pedig a legtöbb esetben nem akkora baromságok, mint amire a kezdetekben számítottam. A klausztrofób érzet pedig mindvégig jelen van. Hiába zajlik a cselekmény kint a szabadban egy nyílt terepen, mivel az orrlövész sokban tartja a szereplőket, túl sok lehetőségük nincsen a menekülésre, ami miatt a bezártság érzete nagyon kellemetlen lehet azoknak a nézőknek, akik érzékenyek az ilyesmire. Ennek köszönhetően a film hangulata nagyon komoly és földhöz ragadt. Nem olyan, amit szívesen néz az ember, mert beleérjük magunkat a karakterek helyzetébe. A komoly hangulathoz mérten a film naturalista, nagyon brutális a trancsírok tekintetében. Ehhez mértan a színészi alakítás is kellően visszafogott és a legtöbb esetben hihető. De! Mert mindig van egy de! Az összes pozitívum, amit felsoroltam, csak az első egy órára igaz. Mert az utolsó 30 percben, mintha a készítőknél elgurult volna a gyógyszer, olyan szintű hülyeségek történnek benne, ami miatt bizonyos nézőknél tönkre tudja tenni a filmet. Spoilermentesen úgy tudom az utolsó fél órát jellemezni, mintha egy teljesen új film kezdődne előről. Az addig visszafogott komoly, lassú, feszült hangulatot felváltja az agyatlan, hangos, hektikus, végső állomás szintű öldöklés nevetségesen véres jelenetekkel és akaratlanul röhelyes pillanatokkal. A másik negatívum pedig az egész filmre hatása van. Azok pedig a karakterek. A színészek szinte mindent kihoztak a karaktereikből, amit lehetett, mert összegészében túl sok jellemzővel nem igazán rendelkeznek, egyáltalán nem érdekesek. Azonban itt rosszabb. Mert az átlag horrorfilmekkel szemben, ahol tipikus sztereotípiákkal találkozunk, addig itt konkrétan egyik szereplőnek sincsen egy jellegzetes karakterisztikája, annyira felejthetőek. Ennek a videónak a szövegkönyvét rögtön a film megnézése után írtam meg, és összesen csak egy karakternek, Toddnak a nevét tudtam megjegyezni, mert ő kapott egyedül egy kisebb háttértörténetet, amit a horrorokban edzett nézők pontosan tudni fogják, hogy mit jelent. Összefoglalva, a Downrage számomra egy csalódás volt. Ennek ellenére, akinek egy picit is felkeltettem az érdeklődés a film iránt, azt tudom mondani, hogy egy megnézés mindenképpen megérdemel, mert a videóm alapján már tudjátok, mire lehet számítani, így a hirtelen jött tónusváltást szerintem sokkal könnyebb elfogadni, mert az utolsó fél óra hiába nem fér össze az előző egy órában felépített hangulata, attól még az utolsó 30 perc a maga trash módján még mindig szórakoztató. Azt is el tudom képzelni, hogy egyeseknek pont ez miatt a hirtelen jött stílusváltás miatt lesz egy kellemes csalódás. Ki tudja, ezt magadnak kell kiderítened, hogy melyik táborba tartozol. A most következő film azok számára lesz érdekes, akik szeretik a Ragyogáshoz hasonló pszichológiai drámákat, ahol a film végén elszabadul a pokol. A film egy háromtagú családról szól, akik a senki földjén megvettek egy családi házat, ahol a családfő Jesse az új műhelyén nyugodtan tudja festeni a rendelésre készített festményeit, nem kell többet a szűkös apartmanban dolgoznia, ahol a város zajai folyamatosan megzavarták. Az eladó viszont a vétel előtt még elmondja a párnak, hogy a ház azért került eladásra, mert egy férfi megölte a saját anyját. Ennek ellenére megveszik a házat, azonban Jesse hamarosan furcsa dolgokat kezd el hallani, valamint ösztönmódjára úgy kezd el festeni, hogy többször is elveszíti az időérzékét, és ő maga sem tudja pontosan, mit is fest. Az ördög cukorkája engemet rögtön az első 5 percében magával ragadott. A film nem elsősorban megrémiszteni akarja a nézőit, mint a mai horrorfilmek többsége, hanem folyamatos feszültségben tartani minket. Ez pedig egyedül a kamerakezelésen, meg magával a rejtélye éri el mindezt, ahol feltesszük magukban azt a kérdést, hogy mindez a karakterek fejében zajlik le, vagy pedig egy nagyobb erő befolyásolja őket.
A film legkiemelkedő alakítását Prue Taylor Vince nyújtotta, aki egyszerűen visszataszító, egyben félelmetes volt a szerepben. Érdekes, hogy a filmes karrierje nagy rész sorozat szerepekből és kisebb mellékszerepekből áll, mert ezek után többször szeretném látni filmekben, annyira meggyőző volt az alakítása itt. Egyébként az egész stáb nagyon kiemelkedő munkát végzett. A legnagyobb pozitívum viszont, hogy a film egyáltalán nem tökös semmivel. Alig éri el a 80 perces játékidőt, mégis sokkal hosszabbnak érződik az állandó feszültség miatt, mert mi magunk is elveszítjük az időérzékünket, és véleményem szerint, ha hosszabb lett volna, szerintem mindenki részéről több lett volna a karakterépítés, ennek ellenére nem hiszem, hogy a feszültség megmaradt volna, és nem biztos, hogy egy sokkal jobb film lett volna tőle. Az Ördög cukorkája egy nagyon felkavaró, drámai, feszült pszichológiai thriller, amit a régi vágású horror rajongóknak csak ajánlani tudok, mert egy igazán emlékezetes élményben lesz részetek. Akik szerették a Halálhajót és mindig vártak egy folytatásra, ami végül soha nem készült-e, akkor szerintem a Pandorum egy tökéletes alternatíva lesz azok számára, akik szeretik a sci-fi horrorokat. Pont úgy, mint a bibliai Noé bákája, a pusztulásra ítélt földről űrhajó indul útnak a távoli Tanis bolygóra. Az Elysium szállítmánya 60 ezer ember, akik hibernát állapotban teszik meg a több mint 100 évig tartó utat, rájuk vár majd a feladat, hogy a magukra vitt állat és növényfajok példányaival biztosítsák az emberiség túlélését. A fedélzeten csak a két évente váltott legénység van ébren, azonban amikor a Ben Foster által alakított Bauer és felettese Peter hadnagy ébrennek fel, azt kell tapasztalniuk, hogy az előző váltásból senkit nem találnak. Később rájönnek, hogy a hajót ismeretlen lények megszállták, akik a legénység több tagját már megölték, és ha a hőseink nem találnak ki gyorsan valamit, akkor az egész emberiség sorsa veszélybe kerül. Nem tagadom, hogy én személy szerint nem rajongok annyira Halálhajóért, mint sokan mások. Számomra csak egy elvesztegetett lehetőség volt nagyon érdekes témákkal és brutális jelenetekkel, amiket a stúdió egytől egyig kivágott az eredeti filmből. Ellenben a Pandorumról sokkal több pozitívumot hallottam, sokkal intelligensebb filmnek tartották, aminek a producere picit ironikus módon pont a Halálhajó rendezője Paul W.S. Anderson volt, akit manapság sokan a pocsék kaptárfilmekből ismerhettek. Ezek miatt az egyébként biztató előjelek miatt úgy döntöttem, hogy teszek vele egy próbát, és örömmel jelenthetem ki, hogy nem okozott csalódást. A film úgy van felépítve, hogy az első fele jobban hasonlít az első Resident Evil filmre, csak jobb rendezése, ahol a szereplőknek az ember feletti erőkkel rendelkező lények elő kell menekülniük az űrhajó szűkös járatain, míg a második fele már a Halálhajó stílusára hasonlít, ahol több karakter már az őrültség jeleit mutatják, nem tudják és néha mi a nézők sem, hogy mi a valóság vagy mi zajlik le a fejükben. A film egyik nagy erőssége az a produkciós dizájn. Az itt látható lények nem számítógépes trükkökkel meganimált lények, hanem jelmezeket és maszkokat készítettek, hogy a színészek interakcióba tudjanak velük lépni, nem pedig a semmi elől kell menekülniük. Az űrhajó folyosója is érezhetően valóban megépített stúdiótermek voltak, nem pedig zöld háttér előtt játszottak a színészek, ami nem érződött túlzottan futurisztikusnak. Többször is megidéződött bennem az első Alien film Nostromo hajója. Érezhető, hogy ezt a hajót a jövőben meg lehetne építeni. Mégsem érződik túlzott a high-technek, sokkal inkább olyannak, mint egy ipartelep, ami az állandó sötétség miatt a klausztrofób érzetet még inkább erősíti az ugyanúgy kinéző folyosók és termek. Amire pedig végképp nem számítottam, hogy egy tipikus stúdió horrorfilmhez képest a forgatókönyv meglepően jól megírt, átgondolt és fordulatos. Akik szerint a film végi fordulatnak semmi értelme nincsen, azoknak ajánlom, hogy nézzék újra a filmet, mert a csavat nem úgy a semmiből húzták ki egy cilinderből, mert az egész játékidő alatt elvétve bizony kapunk egyértelmű nyomokat a fordulattal kapcsolatban. Direkt visszanéztem néhány kérdéses jelenetet, és rá kellett jönnöm, hogy a film nem olcsó módszerekkel vezeti félre a nézőt, csak első nézésre nem veszünk ezekről a jelekről tudomást. Amik viszont nem tetszettek, nos, kezdjük ott, hogy az akciók néha túl hektikusak lettek, ami valamilyen szinten érthető, mert azokban a szörnyelmezetben nem lehetett könnyű maga a sétálás sem, nemhogy rohanni és harcolni, amiket a gyors vágásokkal és kamerarángatása valamilyen szinten el lehetett rejteni, mégis egy idő után kezdett zavaró lenni. Ellenben a támadások előtti felvezető feszült jelenetek jól kompenzálták a gyengicske akciókat. Azonban a főszereplő nagyon gyenge volt. Az elején Ben Foster játéka még nem érződött annyira bénának, de amikor Dennis Quaid-del kellett egy jelenetet osztoznia, aki egy klasszisokkal jobb színész, nagyon kirívó volt a közöttük lévő szakadék. A Pandorum nem egy egyedi, de annál intelligensebb és izgalmasabb film, amire az ember elsőnek nem számítana. Remek forgatókönyv, kiváló díszletek és jelmezek, meg összegészében egy korrekt castinggal rendelkező elfeledett sci-fi horrorfilm a nagyon jó fajtából. George A. Romero klasszikus zombi filmjei népszerűvé tették, és bizonyos mértékig kimaxolták a műfajt.
Persze néha napján jönnek kritikailag elismert alkotások, amik új életet lehennek a műfajba, de a legtöbb sablon is kisé Romero filmjei óta jelen vannak, és a Walking Dead sikere óta a zombifilmek ismét népszerűek lettek a nagy közönség szemében. Mindezek miatt tagadhatatlan, hogy a zombik már a horror műfaján belül egy elengedhetetlen részét képezik a popkultúrában, mert a jó zombifilmek nem a látványos trancsi jeleteikkel alkottak maradandót, mert ezek a filmek elsősorban az emberi természet megismeréséről szólnak, ahol azt nézzük végig, hogy hétköznapi emberek hogyan boldogulnak és változnak meg egy ilyen világban. Ennek ellenére kétségtele, hogy rengeteg a pocsék nulla költségvetésű zombifilm, ahol ezeket a mélyebb emberi pszichológiával kapcsolatos kérdések említés szinten sem merülnek fel, csak az akciókra és a trancsírokra mennek rá, hogy agyatlan szórakozást nyújtsanak a nézőnek, ami szintén nem szokott összejönni. A gond az, hogy az ilyen stílusú agyatlan zombifilmekből nagyon kevés az igazán jó alkotás. A mostani film a Dance of the Dead is ezt a tábort erősíti a műfajon belül, azzal a különbsége, hogy ez az alkotás valami észreszejtően kurva jó. Amerikában nagyon népszerűek ezek a szalagavatú bálok. Nos, a film cselekménye egy ilyen éjszakán veszi kezdetét egy kisvárosban, ahol a nukleáris szennyezés miatt a holtak feltámadnak a sírjaikból, és olyan fiatalokat követünk a játékidő alatt, akik éppen a bába tartottak, amikor kitört a káosz. A film legnagyobb ereje a rendezésben és a karakterinterakciókban rejlik. A karakterek elsőnek a tipikus sztereotípiáknak tűnhetnek, és igen, vannak itt tipikus lúzer arcok, akik szeretik a sci-fit meg a képregényeket, ez miatt népszerűtlenek a csajok szemében, egy kötözködős kemény arc, aki szivatja a lúzereket, de a zombikkal is kőkeményen elbánik, az őrült, de felkészült tesi tanár, meg természetesen a sablon szerelmes vár, akik elsőnek szakítottak, de a zombi invázió ismét összehozta őket. Más filmekkel szemben ezek a karaktertípusok azért működnek, mert senki nem lett idegesítő. Mindenkinek van egy emlékezetes pillanata vagy egy jó beszólása, ami miatt megkedveljük őket és izgulunk értük, de ha valami esetlenséget csinálnak, nem haragszunk meg rájuk, mert mi az ő korukban hasonlóan esetlenül kezeltünk volna egy ehhez hasonló krízist. Amiért viszont számomra ez az alkotás mind a mai napig egy hatalmas szórakozást nyújt, az az észreszejtő tempója. Atya ég, az egyik percben még egy temetőben vagyunk, ahol a holtak konkrétan kirobbannak a sírjukból, míg a következő percben a szereplők már egy halottas házban vannak, ahol az épületben lévő zombik elől kell onnan elmenekülniük. Közben pedig egyéb mellékszereplőket is követünk, akik a maguk módján küzdenek vagy halnak meg, és mivel a karakterek nagyon emlékezetesek és a színészek is nagyon jók, egyszerre öröm ezeket a kis mini epizódokat is nézni, aminek a történet szálai egyszer összetalálkoznak, amiután jön a nagy finálé a tornacsarnokban. Ami pedig a legbámulatosabb az alkotása kapcsolatban, hogy mindezt független filmesek hozták össze szinte nulla költségvetésből. Ehhez képest a maszkmunka teljesen korrekt, nem lenyűgöző, de nem is vérlázítóan pocsék, a film tempója egyszerűen félelmetes, egy tömény szórakozás a műfaj rajongóinak. Ha pedig engem kérdeztek, az ilyen stílusú zombi filmekből mostában nagyon keveset kaptunk. Persze szeretem a komolyabb drámákat, mert például a Kiéhezettek egy olyan film volt, amit mostában sikerült csak bepótolnom, amiről csak annyit mondanék, hogy egy nagyon maradandó élmény volt, de egy olyan zombi filmet, amit szívből és szenvedélyből csináltak csak azért, hogy a műfa rajongóit elszórakoztassák, a Zombieland óta nem láttam. Ezt az őt viszont a Dance of the Dead minden alkalommal képes betölteni. Ennek a horror maratonnak eredetileg az volt az alkoncepciója, hogy kevésbé ismert általam jónak vagy csak szórakoztatónak tartott filmekről készítek rövid ajánlókat. Akkor mégis miért csinálok egy videót a negyedik Halloween filmről? Nos, be kell vallanom, hogy részben a reboot miatt, mert az új film megjelenése már a küszöbön van, ez pedig meghozta a kedvemet, hogy bepótoljam ezt a filmet, mert eddig csak az első két részt láttam. Az elején még arra számítottam, hogy nagyon gáz lesz. Azt hittem, hogy még a második résznek a színvonalát sem fogja elérni. Az elején így is tűnt, mert azon kívül, hogy Michael Myers túlélte az, hogy eleve nem megsült, az orvos a Dr. Loomis, aki Michael-a ellentében csak egy halandó, szintén túlélte azt a robbanás, aminek darabokra kellett volna szaggatnia. Ilyen szinten tehát a filmről elmondható, mivel az antológia ötlet, amit a harmadik résznél bevezettek, egyáltalán nem működött, és mivel a slasher időszakot a 80-as évek vége fele már a nagy közönség is kezdte megunni őket, a stúdió végső elkeseredésében még elkészítette ezt a részt abban a reményben, hogy a nézők kíváncsiak lesznek arra, hogy visszatér a nagy vászonra az a slasher ikon, aki ezt az egész őrületet elkezdte. Ha pedig engem kérdeztek, ezt a célt legalábbis nálam sikerült elérnie. Kezdjük ott, hogy ez a film nem találja fel a spanyol viaszt. A legtöbb sablon, amit egy átlag slasherben láthatunk, itt is előkerül. Mégis a sablonok ellenére vittek bele elegendő új ötletet, amik miatt frissnek érződik az egész. Ezért szeretném kiemelni Dr. Loomis karakterét, akit ismét a nagyszerű Donald Pleasence alakított.
Az első két filmhez képest Loomis karaktere nagyon sokat változott és érdekesebb lett. Itt ő már egy megtört, megfáradt orvos, aki minden reményt elveszített abban a tekintetben, hogy Michael valaha meg fog gyógyulni, már rögeszmélyen lett az a félelem, hogy meg fog ismétlődni az a szörnyű Halloween éjszaka. Ebben a megvilágításban Dr. Loomis egy elengedhetlen része ennek a szériának, mert ő az, aki a legjobban ismeri Michael. Tőleg tudjuk meg, mi nézők mikre képes. Ennek köszönhetően Michael Myers nem egy sablonos, szótlan slasher gonosz, akit csak egy dialógus formájában ismerünk meg, mint kb. A többi slasher gonosz 90%-át. A sztori lényege, hogy 10 év telt el az első rész eseményei óta. Arra készülnek az orvosok, hogy átszállítják egy másik intézetbe, azonban a készületek során Michael meghallja, hogy az unokahúga Jamie még életben van. Ezért minden megtesz azért, hogy befejezze azt, amit egy évtizede elkezdett. Az pedig, amit a készítők összehoztak Michael-le kapcsolatban, egy hatalmas meglepetés volt. Az első filmmel ellentétben a második részben azért mutatták folyamatosan a trancsírokat, mert a készítők attól tartottak, ha nem mutatnak néhány látványos gyilkosságot, akkor nem érnek fel ahhoz a standardhez, amit a Péntek 13 széria addigra felépített magának. Ehhez képest a negyedik részben már sokkal visszafogottabban kezelték a gyilkosságokat, picit misztikusabbá tették Michael személyét, mert többször is előfordul, hogy nem mutatják meg, hogyan végzett az embereken, nem láthatjuk, hogyan szökött meg a mentőautóból, és nem láthatjuk, hogyan mészárolta le a rendőrösöt, mert a készítők pontosan tudták, hogy az emberi képzel sokkal durvábban tudja ezeket a jeleket a fejében rekreálni, nem feltétlenül kell ezeket az akciókat megmutatni, mert ha úgy tették volna, akkor fennállt volna a veszélye annak, hogy a közönség a gyilkosnak drukkolt volna, nem pedig az áldozatoknak. Ezen felül Michael tönkretette a telefonos hálózatot, nem mellesleg eléggé stílusosan, ez miatt a szereplőknek sokkal nehezebb a segítségkérés, meg az erősítés hívása, ez miatt a készítők egy újabb jó ötlettel rukkoltak elő, a város egy kisebb csoportja felveszi a harcot Michael Myers-e szemben, nem hagyják, hogy ez az őrült kedve szerint garázdálkodjon, mint egy évtizeddel korábban, ez miatt nem csak az éppen aktuális túlélő csoportot követjük a játékidő alatt. Mindennek köszönhetően a film nagyon sok helyszínen játszódik, nem pedig csak egy utcában vagy egy kórházban, mint az előző filmek. A cselekmény folyamatos mozgásban van, soha nem töltünk el egy helyszínen túl sok időt, mert akkor nagyon gyorsan unalmassá válna a film, ha a korlátozások miatt ismételten azt kellene néznünk, hogy Michael egy házban sorra öli meg a szereplőket. A megszokott sablonokkal ellentétben, ahol mindig a szűz tini lány volt a főszereplő, aki egyben az utolsó túlélő volt, addig itt a Jamie-t alakító 11 éves Daniel Harris a film központi figurája, akinek ez volt az első film szerepe. A legtöbb kezdő gyerek színésze ellentétben pedig egy nagyon meggyőző, hiteles alakítást nyújtott le a szerepben, ami a slasher filmeknél nem egy megszokott teljesítmény, simán lejátszotta a mostra a testvérét játszó Ellie Cornett, hiába volt ő is nagyon jó a szerepben. A halloweeni hangulat megteremtésében is egyszerűen csillagos ötös volt a film. Az első két rész töklámpás főcíme és John Carpenter ikonikus zenéje helyett a film egy farmképsóraival indít, ami halloweeni dekorációkkal van feldíszítve, aminek az atmoszférikus zenéjét elnyomja a hideg októberi szél, ezzel assugalva, hogy itt bizony a gonosz hamarosan elszabadul. Hedon Félben is a cukorkagyűjtés hangulata ebben a filmben szerintem még inkább átjön az előző részekhez viszonyítva. Amiért viszont tényleg levett a negyedik Halloween film a lábamról, az a befejezés, ami a slasher műfajon belül talán az egyik legsokkolóbb, amit valaha láttam. Semmiféleképpen nem szeretném elárulni, hogy miért annyira emlékezetes, mert ezért tényleg megéri megnézni a filmet. Azt viszont muszáj megemlítenem, hogy ez miatt a két folytatást ne nézzétek meg, mert a tipikus slasher szériákhoz hasonlóan azok a filmek tönkretették ennek a résznek a befejezését. Akkor inkább nézzétek meg a 20 éve későbbet, amit csak az első két rész eseményeit veszi figyelembe. Sok problémám volt vele, de ott a finálé, meg alapjáraton az utolsó fél óra tényleg király volt, nagy részt Laurie Strode miatt. Ezek után tényleg kíváncsi leszek arra, hogy a reboot, mint az első rész közvetlen folytatása hogyan fog működni. Addig is azt tudom mondani, hogy minden átgondolatlansága meg alapjáraton ostobasága ellenére a Halloween 4 egy tökéletes popcorn mozi a nagyon szórakoztató fajtából. Ha eddig nem tettetek vele egy próbát, akkor csak azt tudom mondani, hogy jó szórakozás hozzá. Annak ellenére, hogy a Halloween elsősorban egy amerikai ünnep, az évek múlásával egyre több ország kezdte ezt a tradíciót megtartani, bár még mindig nem olyan mértékben, mint nyugaton. Ennek ellenére kétségtelen, hogy mára ez az időszak itt Magyarországon is egyre népszerűbb. Szerencsére még nem olyan durva a helyzet, mint más országokban, de kétségtelen, hogy ebben az időszakban egyre népszerűbb a horrorfilmek nézése, akár otthon, akár a moziban. Az olyan alkotások után, mint a Sikoly, a Haláli hullák hajnala, a Trancsirák és a Ház az erdő mélyén után nem hittem volna, hogy fogok még látni egy olyan filmet, ami kifigurázza, mégis intelligensen és humorosan mutat be egy bizonyos horror műfajt.
Azonban a Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon viszont egy ilyen film, ami az eddig általán bemutatott horrorfilmek közül talán a legkellemesebb meglepetést nyújtotta. A film alapkoncepciója annyi, hogy néhány ifjú dokumentumfilm készítő, mint például az Ideglelésben, felkeresnek egy feltörekvő sorozatgyilkos, hogy megtudják, hogyan telnek a mindennapjai, hogyan keresi meg az áldozatait, meg alapjáraton miért szereti ezt csinálni. Ez a nagyon jó koncepció viszont akkor lesz igazán érdekes, amikor kiderül, hogy ennek a filmnek az univerzumában Michael Myers, Freddy Krueger és Jason Voorhees valódi sorozatgyilkosok voltak, az összes film, amiben láttuk őket, ebben a világban tényleg megtörténtek. A hírnevük mind a mai napig rettegésben tartja azokat a városokat, ahol ezeket a gyilkosságokat elkövették, mint például Haddonfieldet. A legjobb a filmben pedig az, hogy ez nem csak ötlet szinten működik egyedül, hanem a kivitelezésben is rengeteg ötletes megoldása és kreatív csavarokkal rendelkezik. Kezdjük ott, hogy a cím szereplő Leslie Vernon a többi slasher kollégájával ellentétben az interjút készítő Taylor Gentry-vel és stábjával együtt megtudjuk, hogy Leslie egy nagyon szimpatikus fiatalember, akinek egyszerűen nincsen ki a négy kereke. Ha eltekintünk attól, hogy hivatásaként tekint arra, hogy embereket gyilkolászik, akkor ő egy nagyon menő arc, akivel bárki szívesen leállna barátkozni. Energikus, vicces, meglepően szerény, rajong a szakmájáért, amit sajnos a mai világban nem sokan mondhatunk el magunkról, meg alapjáraton megnyerő a kisugárzása, ami nagy részt a színésznek, Nathan Bazelnek az érdeme. Mr. Vernon! Hey! I'm Leslie Vernon, hi. Könnyű megfeledkezni arról, hogy ő egy gyilkos, mert a legtöbb sablon pszichopatával ellentében, akikről már kilométerekről lehet látni róluk, hogy nem normálisak, addig Leslie-n ez egy pillanatig sem érződik, egy hétköznapi srác, aki teljes mértékig tisztában van a cselekedeteivel, meg annak súlyára. Ő egy mesterre a szakmájának, aki nagyon is komolyan gondolja mindazt, amit tesz. Éppen ezért előfordulnak olyan esetek is, amikor egyik pillanatról a másikra, ha a stáb nem csinálja pontosan úgy, ahogyan előre megmondta nekik, belekotnyáskednek a munkájába, akkor megmutatja a sötétebb oldalát is, hogy érzékeltesse velük, nem érdemes vele újat húzni. De a hétköznapi beszélgetéseiknél is képes egyik pillanatról a másikra hangulatromboló lenni, és mindezt a lehető legtermészetesebb előadásmóddal. I only keep pets I can eat. Mindezek után egyszerűen érthetetlen a számomra, hogy a film megjelenése után hogy nem kapta fel bármelyik stúdió ezt a csávot, hogy sztárt faragjanak belőle. Ebben a megvilágításban pedig a film teljessége kihasználja a koncepciót. Nem csak ötlet szinten működik, hanem a kivitelezésben is, amit nagyon sok horrorfilm sajnos nem mondhat el magáról, mert pont ezen a részen szokott nagyon sok alkotás elbukni. A film jól mutatja be a különbséget az átlag gyilkosok és a slasher gyilkosok között. Mivel ebben az univerzumban léteznek természetfeletti erők, amikkel Jason és Chucky is rendelkeznek, a film azt mutatja be, hogy egy átlag ember hogyan használja ki a filmekből jól ismert kliséket és az alapszintű emberi pszichológia során szerzett ismereteit a saját előnyére. A legtöbb slasher horrorfilm azért érződnek kiszámíthatónak, mert ebben a világban ezek a szituációk tényleg meg vannak rendezve. Azért a megszokott sztereotípiákkal találkozunk minden egyes horrorfilmben, mert maga a gyilkos válasz ki egy olyan csoportot, ahol ezek az embertípusok felelhetők, mert így könnyen manipulálni őket. Azért nincsenek diplomás sportemberek a horrorfilmekben, mert akkor a tudásukat és a testi erejüket felhasználva potenciális veszélyt jelentenének a gyilkos szemében. Az egész koncepció pedig az ádokumentarista stílusnak köszönhetően működik. Mint minden rendes újságíró, ez a csoport is csak egy jó sztori reményében kereste fel Leslie-t, hogy végigkísérjék a siker rögös útján. A film első fele pedig ennek a stílusnak köszönheti a humor forrását, amikor viccet csinálnak a slasher műfaj logikáján. Azonban a film nem csak ennyiből áll, hogy rossz képminőségben, fanfuti stílusban nézzük a cselekményt, mert néha napján, amikor Leslie elmagyarázza, hogy hogyan fog lezajlani a következő akció, a film rögtön átvált a klasszikus, harmadik személyes filmszerű stílusban, mintha egy átlag horrort néznénk. A horror műfajban, főleg a slasher filmekben igen gyakori szokott lenni, hogy van minimum kettő olyan karakter, akiket mi magunk szeretnénk megölni, hogy ne zavarják a légkört. Ilyen tekintetben a Behind the Mask még ezt a sablont is kidobja az ablakon, mert a Tragedy Girls mellett ebben a filmben vannak a legszimpatikusabb karakterek, akiket slasher filmben eddig valaha láttam. A kamerásokat a film nagy részében egyáltalán nem látjuk, csak a dumáikat hallhatjuk, amik tényleg viccesek voltak, Taylor pedig a film közepe környékén megkérdőjelzi, hogy morálisan mennyire etikus mindaz, amit csinálnak, ami miatt közte és Leslie között érezhetően növekszik a feszültség. A filmben szerepel egy apró merészebben Robert Englund is, aki Leslie-nek az orvosa volt, mint Dr. Loomis volt Michael Myersnek.
Egyébként nem ez az egyetlen párhuzam a Halloween és a Behind the Mask között, mert ez az alkotás is nagyon kevés pénzből készült, mint Carpenter klasszikusa, és ebben a filmben Englund az egyetlen ismert húzó név, akit meg tudtak annyi időre fizetni, hogy elvállalja ezt a mentor szerepet. Azt viszont el kell ismerni, hogy Donald Pleasence-szel ellentében Robert Englundnak kriminálisan kevés a játékideje, ami sajnálatos, mert messze ő a legjobb színész a filmben, és őszintén szívesen látnám viszont egy hasonló mellékszerepben egy másik szériában. Ami pedig a legjobb az alkotása kapcsolatban a szememben az az, hogy mindezek ellenére hiába parodizálja ki a slasher filmeket, egyértelmű, hogy a készítők rajonganak ezért a műfajért, mert azon kívül, hogy rengeteg utalás helyeztek el több ismert és kevésbé ismert horror szériával kapcsolatban, egy nagyon érdekes témát is felhoznak a finálé közeletével, amikor kiderül, hogy Leslie mindezt a Final Girl-ért csinálja. Tudjátok, ez az a karaktertípus, aki még szűz, és szinte az összes horrorfilmben ő az utolsó személy, aki képes felvenni a harcot a gyilkossal és végezni vele. Leslie pedig az egészet ezért a bizonyos lányért csinálja, nem csak azért, hogy hírneve szerezhessen magának, hanem azért, hogy a benne lévő rejtett potenciált kieressze magába és egy erősebb személyiség legyen belőle. Mert mindannyian tudjuk, hogy a jó nem létezhet csak önmagában. Ahhoz, hogy átéljük a jó dolgokat és értékelni tudjuk őket, előtte rossz dolgoknak is történik kell az életben, hogy ne vegyük készpénznek a boldog életet. Tehát, ha a Final Girl képes megölni Leslie-t, akkor egy sokkal magabiztosabb személyiség lesz, mint aki eddig volt. Pont úgy, mint Nancy volt a Rémálom az elmúlt szában filmekben. Miután az első filmben legyőzte Freddy-t, a harmadik részben az álomharcosokban már terapeutaként dolgozott, aki segített az ottani szereplőknek hipnózis segítségével, hogy felvegyék a harcot Freddy-vel. Eszerint a film szerint a gonosz azért létezik, hogy a jó emberek erősebbek legyenek, mert ahogyan a mondást tartja, ami nem öl meg, az megerősít. A film pedig egy kiszámítható, mégis egy nagyon érdekes fináléval ráteszi az íre a pontot, amit nem szeretnék elszpoilerezni senkinek. 12 éve a film megjelenése után a remény, hogy lesz egy második rész, szerte foszlani látszottak. Azonban a film Facebook csoportjában idén márciusban posztoltak egy képet, ami azt sugallja, hogy a folytatás lehet mégis el fog készülni. Ezzel kapcsolatban viszont hivatalos bejelentések még nem történtek meg, tehát ez még mindig nem jelenti 100%-ig biztos, hogy el is fog készülni, azonban képregény formájában nagyobb a valószínűsége annak, hogy Leslie visszatér, mert ezzel kapcsolatban ugyanezen a csoporton rendszeresen kapunk híreket a munkálatok előre haladtával kapcsolatban. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon egy olyan film, amit mindenkinek csak ajánlani tudok, főleg azoknak, akik szeretik a sikoly filmeket, mert ez egy új, korábban még nem látott megközelítése a slasher horror műfajnak. Egy nagyon kreatív, vicces és szórakoztató alkotás, ami tiszteli, de ki is figurázza a műfaj adta kliséket és ostobaságokat. Sajnálatos, hogy a nagy közönség nem ismeri a filmet, én is csak a horror maraton miatt találtam rá, de hálás is vagyok érte, mert az eddig bemutatott filmek közül ez okozta számomra a legkellemesebb meglepetést. Ennyi lettem volna mára is, remélem tetszett az első horror maraton. Örülök, hogy belekezdtem ebbe a miniszériába, mert ennek köszönhetően olyan filmeket néztem meg az elmúlt kb. Másfél hónap alatt, ami korábban nem érdekeltek volna. Nem minden film volt jó, amit megnéztem, de azokban az alkotásokban is megvolt az a plusz, az a kreativitás, ami a nagy költségvetésű filmek nagy részéből már ritkán fedezhető fel. Nem lettem egyik napról a másikra egy hardcore horror rajongó, de az már biztos, hogy ha találok egy horrorfilmet, aminek érdekesnek hangzik az alapszinopszisa, nem fogom rögtön az értékelését megnézni, mert a horror műfaj az, amire a nagy általánosságban el lehet mondani, hogy az IMDb, a Rotten Tomatoes vagy a Metacritic értékelések nem jelentenek túl sokat, mert ezek a filmek nem elsősorban a mainstream nézőknek készültek, hanem egy sokkal rétegeltebb, de annál nyitottabb közönségnek, akik nem kezdenek el minden logikátlan jelentné panaszkodni, hogy így meg úgy semmi értelme nincsen. A horror egy nagyon szerteágazó és nagyon kreatív műfaj, mégsem kell hozzájuk több százmillió dollár az elkészítésükre, mert kevés pénzből is lehet vizuálisan érdekes és fantáziadús filmeket készíteni, amiknek egyedül az emberi fantázia adhat határokat. Jövőre pedig ismét jelentkezni fogok a Horror Maraton második részével. Sziasztok!